A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége közel másfél évtizeddel ezelőtt alapította az év fiatal vállalkozója díjat, azzal a céllal, hogy megmutassák a feltörekvő magyar fiatal tehetségeket, és bebizonyítsák azt, hogy a gazdasági életben nem jelent akadályt a vállalkozói életkor. A díj megalapítása óta számos olyan fiatal teljesítményét ismerték el, akik azóta bebizonyították, érdemesek voltak a kitüntetésre, mondta el Kovács Patrik, a szövetség elnöke. Azt tapasztaljuk, hogy a fiatalokat sokkal jobban tudják motiválni, és a díjnak is ez az egyik fő erőssége, hogy olyan vállalkozók nyerik el ezt évről évre, akik a többiek számára példaértékűt tettek le, és nálunk nagyon fontos az, hogy megmutassuk azt, hogy a kor nem csak nem lehet akadálya a sikernek, de annak sem, hogy valami olyan értéket teremtsünk a gazdaságban, ami nem csak számunkra vagy a cégünk számára, hanem a társadalom számára is hasznos. A FIVOSZ elnöke felhívta a figyelmet, hogy a díjmentes regisztrációt követően november 20-áig lehet jelentkezni, illetve fiatal vállalkozókat jelölni. A díjra legalább 3 éve sikeres, saját vállalkozást működtető 18 és 40 év közötti magyar fiatalok jelentkezhetnek vagy jelölhetők. Kovács Patrik úgy fogalmazott, a díjátadót november 20 és 25-e között tartják a 15. Fiatal Vállalkozók Hete rendezvény részeként. Mint mondta, ez az ország egyik legfontosabb eseménye a magyar gazdaság utánpótlás nevelésben, ami fiatalok ezreit motiválja a sikeres karrierépítésben. A díj az önmagában az egyik legnagyobb presztízsű elismerés a hazai fiatal vállalkozói körben. Persze mindig valamilyen kis meglepetéssel is, partneri ajándékokkal is szolgálunk, de talán a legfontosabb az, hogy az, aki elnyeri ezt a díjat, az a fiatal vállalkozók nagyköveteként egy PR kampányt is kap, és be tudja mutatni a tevékenységét, az ő gondolkodásmódját, nem csak az üzleti körnek, hanem a országszerte gyakorlatilag mindenkinek, tehát egy nagyon komoly ismertséggel, új üzleti kapcsolatokkal is jár ez a díj. Egyébként pedig maga a díjnak az elnyerésével nagyon sok előadási lehetőség is megnyílik a díjazott számára. A FIVOSZ elnöke azt mondta, szeretnék, ha az ország valamennyi megyéjéből érkeznének jelölések, mivel úgy véli, az ország bármelyik szegletében el lehet érni sikereket fiatalként is. Talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt években folyamatosan nő a nevezettek száma, akik közül közel 50%-an felelnek meg a pályázati feltételeknek, és akik az online kereskedelemtől az építőiparon át a gasztronómiai családi vállalkozásig a legkülönfélébb vállalkozói szektorokból érkeznek.